29-e és február 22-e között látható kiállítás a Deák Ferenc kollégiumban, Egyiptom a magasból címmel. A National Geographic folyóirat adta kölcsön a fotókat, és az ő anyagukat használtuk föl a kiállításra, illetve az Egyiptomi Kulturális Intézetnek a kiállított tárgyai láthatók itt szobrok, tányérok formájában. A kollégium fontosnak tartja, hogy az itt lakó diákoknak különböző programokat szervezzenek, így kiállítást sem először láthatnak a tanulóik. Eddig kalandozhattak már Európában, Ausztráliában, Indonéziában és Kínában is, azonban itt nem fejeződik be az utazás. Most a Közel-Keletet tervezzük bemutatni a diákjainknak, illetve látogatóinknak, és így Egyiptom az első állam, első kultúra, amelyet meghívtunk. A következő kiállítás valamikor április 2. felében Izrael lesz. Már a kiállítás szervezése folyamatban van. És majd az izraeli kiállítás is, akárcsak az eddigiek, mindenki előtt nyitva állnak, méghozzá ingyen. Ahogy az is már-már hagyomány, hogy ezekhez a kiállításokhoz különböző előadások is kapcsolódnak, amik segítik az adott témában való elmélyülést. Az első program az Egyiptom gazdaságával foglalkozott. Lesz egy olyan előadás, ami az egyiptomi kultúrát, történetet mutatja be. Lesz vetélkedő, amelyre a diákjaink különböző formában készülnek elő feladatokkal, és a vetélkedő zsűriébe meghívtuk az egyiptomi kulturális attasét is. Miben különleges ez a kiállítás? Mit mutat meg Egyiptomból, amit egyébként máshol máshogyan nem lehetne látni? Talán az a szemléletmód, látásmód, amit a National fotósai, nemzetközi rangú fotósai látnak. Nem a hétköznapok Egyiptomát, hanem valami egészen légies az elmúlt ezer év, évezredeknek a légköre, és azok a természeti látványosságok, csodák, amelyek vonzák egyébként Egyiptomba a látogatókat, ezek jelennek meg ezeken a fotókon, és ugyanakkor van egy olyan kiállítási rész, ami pedig kifejezetten a történetiséggel kapcsolatos, az fáraók korával, erről a ma már meseszerűnek tűnő egykori birodalommal hozható összefüggésbe. Mi a tapasztalat? Van érdeklődés? Érdekes számunkra Egyiptom? Igen, úgy gondolom, hogy igen, a gyerekeink részéről kiváltképpen, hiszen azt tudnunk kell, hogy a mi diákjaink nagy részének ez egy lehetőség arra, hogy megismerjen egy olyan országot, amiben, hogyha fölnő, és talán olyan szociális helyzetbe kerül, hogy tud majd utazni, akkor egy későbbi vágyálom lehet ez az utazás. Minden esetre ide helyben hozott programok nagyon nagy érdeklődésűek a gyerekek részéről. Hát a tanulóinknak a 10-20%-a rendszeresen részt vesz a programokon, ami úgy gondolom egy művelődési intézménynek is becsületére válik. Az érdeklődők tehát január 29-e és február 22-e között nézhetik meg a kiállítást, és február 7-én, 15-én és 21-én délután 5 órakor pedig különböző témájú előadásokat hallhatnak Egyiptomról.